Apránként minden kezdett egy gyorsított filmé válni. Be kellett fejeznem egy fontos e-mail, mielőtt elindultam volna a repülőtérre. Akkoriban nem jutott eszembe egy fontos dátum, amit közölnöm kellett volna a munkahelyi csapattal, az idő még gyorsabban telt, és a dátum nem jutott eszembe. Hirtelen úgy döntöttem, hogy becsukom a laptopomat, és felkészülök, hogy elinduljak a repülőtérre. De nem, már túl késő volt ahhoz, hogy felszálljak a villamosra a Harleroi repülőtérre vezető állomásig. Talán ha elszaladnék. Nem, lehetetlen. Abban a pillanatban erősen izadni kezdtem, és arra gondoltam, hogy lekésem a budapesti járatot. Ezért úgy döntöttem, hívok egy taxit, hogy vigyen ki a repülőtérre. Gyorsan, 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 mondtam. Utálom a brüsszeli forgalmat. A film most még lassabban perget a fejemben, úgy tűnt, hogy minden csiga tempóban történik. Megérkeztünk Harleroiba, bejutottam a reptére, és csak egy őrült nap, a véletlenszerű ellenőrzés az épület előtt én következtem, én egyedül. Elindultam, gyorsan utat törtem magamnak, és bementem az épületbe, hogy a beszállókapuk előtti ellenőrzőponthoz érjek. A sor hatalmas volt, mint még soha, már csak 1:15 volt hátra a gépre. Rosszul éreztem magam, és az izzadságtól bepárásodott a szemüvegem lencséje. A csomagot az ajándékoddal a kanapén hagytam, ott, a hely mellett, ahol azt az átkozott e-mailt írtam, amit végül is nem küldtem el. Nagyon sajnálom.